dicsértessék a Jézus Krisztus. Gaudete vasárnap van, advent harmadik vasárnapja, az öröm vasárnapja. Ezen a napon a rózsaszín gyertyát gyújtjuk meg az adventi koszorún, és azt az örömöt jelzi, hogy közel van már a Messiás születése. Az életünkben is jó megnézni, hogy milyen örömök vannak. Gyakran a körülöttünk levő világ próbálja elvenni azt az örömöt, ami a szívünkben van. Jó számot vetni ilyenkor advent vége felé, hogy mik a mi igazi örömeink, mi az, ami igazán be tudja tölteni a szívünket, és a sok rossz, ami esetleg körülvesz bennünket, nem nyomja-e el azt az örömöt, amit Isten akar a szívünkbe adni. A mai szentmisénket a kaposfüredi Szent Őrangyalok templomból mutatjuk be. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Úr legyen veletek. És az veled. Isten adott mindnyájatokat Gaudete vasárnapon, az öröm vasárnapján, az advent harmadik vasárnapja, azt az örömöt jelzi, hogy már bizony közel van megváltunk születése. Ezt a szentmisét elhunyt Boros Istvánért és feleségért, Etelkáért ajánlom fel, imádkozzunk a lelküdvükért szeretettel. Most vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom, a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen. Istenünk, te látod, milyen hűséges lélekkel várja néped karácsony ünnepét. Add kérünk, hogy üdvözítünk születésének nagy napjára elérkezve, örvendező lélekkel áhítatosan ünnepeljünk. A mi Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a szent lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Olvasmány Izajás próféta könyvéből. Örüljön a puszta és a kiaszott vidék, újjongjon a sivatag, és viruljon, mint a liliom. Virulva viruljon, és örömében újjongva daloljon, mert övé a Libanon dicsősége, a Kármel és a Sáron pompája.
Meglátják az Úr dicsőségét, Istenünk fönségét. Erősítsétek meg az elernyett kezeket, és a roskadozók térdeket szilárdítsátok meg. Mondjátok a csügget szívűeknek, bátorság, ne féljetek! Íme eljön Istenetek, eljön, hogy bosszút álljon és megfizessen. Maga az Isten jön el, hogy szabadulást hozzon nektek. Akkor megnyílik a vakok szeme, és a süketek füle hallani fog. Ugrándozik majd a sánta, mint a szarvas, és a némák nyelve újjongva újjong. Akiknek az Úr szabadulást szerzett, azok visszatérnek. Éneket zengve érnek a Sionra, és örök boldogságot tükröz az arcuk. Öröm és újongás jár a nyomukban, mert fájdalom és síralom nem lesz többé. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben, amikor a börtönben raboskodó János Jézus tetteiről hallott, elküldte hozzá tanítványait, hogy kérdezzék meg tőle, te vagy-e az, akinek el kell jönnie, vagy valaki mást várjunk? Jézus így válaszolt nekik. Menjetek és adjátok tudtul Jánosnak mindazt, amit láttok és hallotok. A vakok látnak, a sánták járnak, a halottak feltámadnak, a szegényeknek pedig hirdetik az örömhírt. Boldog az, aki nem botránkozik meg bennem. Mikor elmentek, Jézus így kezdett beszélni Jánosról a tömegnek.
Mit akartatok látni, amikor kimentetek a pusztába? Talán széltől lengetett nátszálat? Vagy miért mentetek ki, hogy finom ruhába öltözött embert lássatok? Akik finom ruhában járnak, azok királyi palotában laknak. Vagy miért mentetek ki, hogy prófétát lássatok? Igen, mondom nektek, még prófétánál is nagyobbat. Ő az, akiről ezt írták. Íme elküldöm követemet színed előtt, hogy elkészítse az utat te előtted. Bizony mondom nektek, asszonyok szülöttei között nem támad nagyobb keresztelő Jánosnál, de még ő nála is nagyobb az, aki a legkisebb a mennyek országában. Ezek az evangélium igéi. Mai nap egy, kezdjük egy könnyű kérdéssel, hogy mit mondtam a mise elején, hogy hogy hívják ezt a mai vasárnapot? Minek a vasárnapja van? Na? Többet is mondtátok. Az öröm vasárnap, latinul úgy van, hogy Gaudete vasárnap. Azért hívják Gaudete vasárnapnak, mert Szent Pál mondja azt, hogy Gaudete semper in domino, örüljetek mindig az Úrban. Újra mondom, örüljetek, mert okunk van az örömre, hiszen közeledik már a karácsony. Na de most kíváncsi vagyok arra, hogy az evangéliumra hogy figyeltetek. Jézus feltette egy kérdést azoknak, akik ott voltak körülötte. Mi volt ez a kérdés? Emlékeztek-e? Mit kérdezett Jézus a tömegtől? Na, ki emlékszik? Na, akkor elmondom én, jó? Ezt kérdezte Jézus. Mit akartatok látni, amikor kimentetek a pusztába? Vagy miért mentetek ki? Ezt kérdezte. Tudjátok, a közvélemény kutatók szoktak különböző kérdéseket feltenni, vásárlási szokásokról, pártpreferenciáról, hát hogy ki milyen pártra fog majd szavazni, vagy az, hogy ki hol tölti, tudott-e menni nyaralni, vagy egyebeket. Szóval kíváncsiak arra, hogy ki hogyan él, és hogyan éli az életét. Jézus meg arra kíváncsi, hogy ki miért ment ki a pusztába. Ugye azt olvastuk még egy pár vasárnappal ezelőtt, hogy egész Jeruzsálem és környéke kitódult Jánoshoz, aki ott keresztelt a Jordán vizénél, tevesző ruhában, és azt mondja, hogy én a bűnbánat keresztségét hirdetem. És Jézus megkérdezte, hogy ki miért ment ki. Ugye, és akkor azt mondja, hogy azért, hogy széltől hajladozó nádat lássatok, azaz kis természetjárás. Hogy ki a városból, a falak közül végre egy kis nádat lássunk, a tóparton vagy a folyóparton, hát az egy szép dolog. Vagy azért mentetek ki, hogy szép ruhába öltözött embereket lássatok, és soroltam még az indokokat, hogy vajon miért mehettek ki. Hát én most megfordítom a kérdést, és azt kérdezem tőletek, hogy szerintetek az emberek miért járnak templomba? Ki miért jön el a templomba? Úgy szabad a vásár, jó? Na ki miért jön, mondjuk ma miért jött el a templomba? Igen? Miért? Mert advent van, amúgy nem szoktál jönni? Hát dehogy nem. Akkor valami mások lehetett, igen? Hogy többet tudjunk Istenről, nagyon jó ok. Aztán ki miért jött? Zsuzsi? Imádkozni. De jó, hogy azért jöttél. Ez a legszebb cél. Más valaki? Na, igen. Ki miért? Van ötlet? Miért lehet még jönni a templomba? Fűtenek? Van világítás? Na, vagy mi másokért? Miért vagyunk itt? Igen? Istenért. Ez így van. Másért esetleg? Igen? Hogy ünnepeljük Jézus születését. Így van, erre készülünk egész adventben. Nagyon jó. Aztán? Másért nem? Mondja, igen? Van ötlet? Igen. Hogy találkozzunk Istennel. Csak Istennel találkozunk a templomban? Igen, Zsuzsi? Hogy lássuk Isten. Megtisztuljuk. Ilyen szépeket tudsz mondani. Hihetetlen. Hát így van. Azért én mondom még egy-két dolgot, jó? Miért?
hamarosan jön a karácsony, ez így van. Hát erre is készülünk, nagyon készülünk. Na de képzeljétek, nem mindenki ezért a templomban mér a Zsuzsi, hogy imádkozzon és Istennel találkozzon. Olyanokat hallottam, hogy régen, ez a nagyon régen volt, valaki azért jött, hogy megmutassa az új ruháját. Jaj, de szép indok. Hát ezt olvasom, mondjuk Jézus is ezt mondta, hogy azért, hogy szép ruhába öltözött embert láss? Hát tessék, ez a mai példa. 2000 évvel ezelőtt is így volt már. Hát ki kiment a Jordánhoz, mert mindenki oda ment, hát akkor most ott mutatom meg az új rucit. Nem? Vagy azért, hogy természetet lássunk? Hát van, aki azért megy a templom, mert hát olyan szép a templom. Mondjuk itt túl sok festmény nincs, de van szép keresztutunk, meg szép szobrok. Művészettörténeti szempontból azért megyek templomba, mert hogy? Vannak szülők, akik azt mondják, hogy hát én beíratom a hittalra a gyereket, mert hozzá tartozik az általános műveltséghez. Hát, hogyha a vallás meg a hit leragad az általános műveltség szintjén, akkor körülbelül annyit ér, mint bármelyik másik tantárgy. Hasznos lehet, de túl sok értelme nincs. Mert ha nem találkozunk azzal, akiről szól az egész, akkor az egész hiába. Ugye, elolvashatom az úti könyvet egy országról, de legjobb elmenni abba az országba és megnézni helyben. Persze felkészülve. Aztán nyilván van, aki azért jön a templomba, mert itt vannak a barátai is. Nektek is itt van a barátaitok, nem? Ovistársak, iskolástársak, munkatársak, családtagok. Jó találkozni, az egyház az közösség. Akik tévén követik a szentmisét, azok kicsit kívül maradnak. Nyilván sokan szeretnének itt lenni, de fizikai bajok miatt, öregség miatt, betegség miatt nem tudnak. Ők ilyen módon kapcsolódnak meg, jobb hiány. Van, aki azt gondolja, hogy hát megnézem kívülről, egy sörrel a kezemben is meg lehet nézni azt a misét, rosszat nem tanulok, de hát igazából mit ér, hogyha kívül maradok? Ugye, hogyha egy esküvőre szoktam mondani, hogy meg lehet nézni utólag az esküvői videót, de hát sokkal több ott lenni, együtt ünnepelni az ifjú párral. Hát Jézus is ezért kérdezte, hogy miért is mentetek ti oda ki? Hát nyilván nem azért, hogy a természetet megnézzék, hogy szép a templom. Nyilván nem azért mentek oda, hogy az új ruhájukat megmutassák, vagy szép ruhába öltözött embert lássanak, hanem hogy prófétát lássanak. Azaz olyan embert, aki Isten szavát közvetíti. Ide a templomba is azért jövünk, ahogyan itt hallottuk, hogy Istennel találkozzunk, aki már megtisztult, akinek tiszta a lelke és megáldozhat, ő a Krisztussal való egyesülésért jön ide a templomba. Azért, hogy megáldozhasson, azért, hogy a Jézust a szívébe fogadhassa, hogy ott is megszülethessen Jézus. Ezért jó megnézni, hogy Jézus korában, amikor Jánoshoz kimennek az emberek, ő megkeresztelkednek a bűnbánatra. Nem az a keresztség volt még, amiben mi részesültünk, mert akkor még nem az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében kereszteltek, hanem ez egy megtisztulás szimbolizáló aktus volt, esemény volt. Ahogyan alámerülnek a vízbe, mint a víz is megtisztít, egy lelki tisztulást éltek át, de ez még csak a bűnbánat keresztsége volt, de ez az, ami kell a lelki megtisztulásod is a bűnbánathoz. Ezért is vagyunk lilában, így van, ezért vagyunk lilában, hogy megtisztuljunk a karácsonyra, hogy Jézus a szívünkben is megszülethessék. Ma, amikor az öröm vasárnapja van, akkor egy picit jó erre is gondolni, hogy mekkora öröm az, hogy letehetjük a terheinket, hogy nem kell egy életen át végigcipelni. Éppen tegnap hallgattam a Szent Atyát, ő mondta azt egyik beszédében, hogy ő is mondta, hogy hát még maga a pápa is gyón 2 hetente. Nem hiszem, hogy mi kevésbé lennénk bűnösek a pápánál. Ő mégis 2 hetente elmegy, hogy meggyónjon, mert azt mondja, mert én is bűnös vagyok. És azt mondja, a nagymamája tanította még arra, hogy jobb egyszer elpirulni, mint sokszor besárgulni. Értjük ezt, ugye? Hogy egyszer jó, kicsit ciki, megvalljuk a bűnünket, az kicsit pironkodunk, mint hogy sokszor visszatérjen. Erre hadd mondjak egy másik példát. Volt egyszer egy vendéglátás, és hát véletlenül az étel kicsit megromlott. És az ott levők közül, hát egy kivételével mindenki visszaadta az ételt, mert nem ott, ahol szoktuk, hanem értjük. Tehát nem volt jól a gyomorban, inkább kijött fölül. Egy valaki nem könnyebbült ilyen módon meg, 2 éven át beteg volt. És nem bírt kikecmeregni belőle, olyan ételmérgezést kapott. Hát ilyen a szentgyónás is, hogy miért ne adnánk ki? Egyszer pirulunk, inkább mind utána sárgaságot kapjunk, ugye, és mindig zavarjon bennünket. Hát sokkal egyszerűbb letenni, és itt a nagy lehetőség erre, hogy de jó, hogy megtisztulhatunk. Annyi, hogy Istenem, bocsáss meg a bűneimet. Ha ezt őszintén kimondjuk, ezért mentek ki az emberek igazából Jánoshoz, a pusztába. És aztán azt mondja Jézus, hogy aki a mennyek országában van, Isten országában, a legkisebb és nagyobb keresztelő Jánosnál, miért?
akkor is, hogyha a proféták közül ő volt a legnagyobb, mert ő már közvetlenül Jézusra mutatott, hát azért, mert Keresztelő János találkozhatott személyesen ugye Jézussal, neki el is mondták az örömhírt, ugye a hírnökök, hogy igen, az, amit Izaiás megjövendőlt, az megvalósult Jézusban, hogy a vakok látnak, a sánták járnak, de mi, akik Isten országában élünk, akik megáldozhatunk, mi egyesülhetünk is Jézussal. A szentáldozásban a szívünkbe fogadhatjuk, ez sokkal mélyebb találkozás, mint bármelyik személyes emberi kapcsolat. Ezért a legkisebb a mennyek országában nagyobb, mint Keresztelő János, pedig asszonyok szülöttei között nem született nagyobb nála. Hát ezért is hálát adhatunk, és a mai nap, ahogy mondtam, örömvasárnap van, jó egy picit átnézni az életünket, hogy mennyi örömünk van. Ugye, hogyha bekapcsoljuk a híradót, akkor hát nem az öröm szokott minket eltölteni. Amikor a kétharmada bulvár hírekkel van tele, hogy kitöltek meg, kitütöttek el, kit gázoltak el. Azt mondjuk, hogy ez a világ, dehogy is. Sokkal, de sokkal több a jó a világban, mint amit hallunk. Csak mi hajlamosak vagyunk a rosszat hamarabb elfogadni. Ahogy szokták mondani, hogy ha egy tölgyfa kidől, az nagy robajjal zajlik. A fű viszont nagyon csendesen nő. Nagyon sok jó dolog történik az életünkben. Nagyon sok mindenért hálát adhatunk. Nagyon sok öröm van az életünkben, csak már észre se vesszük. És ezért a mai napon, amikor örömvasárnap van, talán picit így is érdemes átnézni a saját életünket, hogy mit köszönhetek meg? Mi az én örömöm? És ne engedjük, hogy bárki is elvegye a belső örömünket, aminek a forrása éppen az Isten kapcsolatunk. Az Isten kapcsolatból pedig az emberi kapcsolatok következnek. Hát mai nap legalább 5 dolgot keressünk az életünkben, amit megköszönünk, icipici dolgok ezek. Hogy ma reggel volt mit reggeliznünk. Sokaknak nincs. Hogy volt egy puha ágyunk, ahol alhattunk, és nem szalmazsákon kell már aludnunk. Hogy van tető a fejünk fölött, hogy vannak barátaink, hogy van családunk, hogy van hitünk, hogy van hova eljönni, van közösségünk. Én már bőven túl vagyok az 5-ön. Azt gondolom, ezt lehet végtelenségig folytatni. Ne felejtsük el, hogy Isten az örömre teremtett bennünket, és az örök boldogságra. Hát ne felejtsük el azt, hogy ezek az örömök mindig ott lennek a szemünkben, ott lennek a szívünkben, és ezt az örömöt vigyük mindenkihez, hogy érted is, értem is, Isten emberré lett. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem a katolikus anyaszentek házat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Testvéreim, forduljunk bizalommal Urunkhoz, Jézus Krisztushoz, aki azért jött el közénk, hogy örömet szerezzen nekünk és üdvözítsen minket. Add, Urunk, hogy egyházad örömmel készüljön születésed közelgő ünnepére. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, Urunk, hogy híveid türelmesek legyenek, és jóságukkal örömet szerezzenek embertársaiknak. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, Urunk, hogy a gazdag népek segítsék a szükséget szenvedő nemzeteket. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, Urunk, hogy egyházközségünk tagjai buzgón gyakorolják a karácsonyi jótékonyságot. Kérünk téged, hallgass meg minket. Szeretett megváltunk, te azt akarod, hogy minden ember boldog legyen. Add kegyelmedet, hogy már a földi életben is érezzük a benned bízók örömét, és egykor országodban elnyerjük az örök boldogságot. Aki élsz és uralkodsz, mindörökkön örökké. Ezen a héten Farkas Máté, Horváth Adél és Kondra Fruzsina rajzai voltak a legszebbek, ezek kerültek ki a Fali Újságra. Most kaptok helyet másikat. Thank you.
Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és kérünk Istenünk, hogy odaadó lélekkel bemutatott áldozatunk szüntelenül előtted álljon, add, hogy örök akaratod szerint hatékonyan munkálja bennünk az üdvösséget, Krisztus a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek, emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus a mi Urunk által. Ő első eljövetelekor magát megalázva teste töltött, teljesítette a kezdettől fogva neki rendelt küldetést, és megnyitotta számunkra az örök üdvösség útját, hogy amikor dicsőséges fényben újra eljön, látható valóságban nyerjük el, amit most ígéretében bízva várunk. És ezért mi is, miként az angyalok és főangyalok, a trónod körülálló hatalmas égi szellemek, és minden sereg a mennyben, a te dicsőséget himnuszát zengjük, és velük együtt vég nélkül énekeljük. Vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő, mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve,
Felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsen egybe a Szentlélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetben, Ferenc pápánkkal, Béla püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt István és Etelka testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mind örökkön örökké. Isten úgy szeretett minket, hogy üdvözítőt küldött nekünk, aki testvérünk élet, ezért merünk így imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátjuk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, s üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondtad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézd, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodsz mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a te lelkedben. Köszöntsétek egymást a békejelével. Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval, és meggyógyul az élet.
Könyörögjünk! Kegyességedért esedezünk, Urunk, hogy ez az isteni erőforrás mossa le bűneinket, és készítsen elő a közelgő ünnepekre, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Hirdetéseink, jövő heti miserendünk, hétfőn este élő Juditért, kedden reggel 6 órakor hálából, kedden 10:30-kor lesz elhunyt Lackó Ferenc György temetési miséje és utána temetése, szerdán este elhunyt családtagokért, csütörtökön este elhunyt családtagokért, péntek estére még nincs mise szándék. Jövő vasárnap délelőtt elhunyt Ferencért, este pedig elhunyt Ferencért, Máriáért és Gáborért lesz szent mise. Holnap este lesz az őszi alfa kurzus utolsó alkalma. Hálát adunk Istennek mindazokért, akik e kurzus során kerültek először vagy újra kapcsolatba Jézussal és egyházközségünkkel. Köszönöm minden segítőnek az önfeláldozó és kitartó munkáját. A következő kurzus nyitóvacsorája 2014. február 3-án, hétfőn, 7 órakor lesz a plébánián. Erre meghívók kérhetők a plébánián és a sekrestjében. Hívjuk mindazokat, akik nem vagy nem rendszeresen járnak templomba. Kedden reggel 6 órakor lesz az idei utolsó Gregorián latin ordináriumú Rorate Szentmise. Szerdán 6:30-kor jótékonysági koncert lesz templomunkban. Közreműködik a Kaposvári Ifjúsági Fúvószenekar, az Arkadelt Kamarakórus és a Füred Rock Színkör. A koncerten egy összegyűjtött adományokat a Jutai úti anyaotthon javára adjuk, mindenkit szeretettel várunk. Csütörtökön a Szentlélek szemináriumot végzett férfiakat várjuk szeretettel a plébániára mise után. Jövő vasárnap, december 22-én az esti mise után templomunk ének és zenekara ad karácsonyi koncertet a gyakorló iskola alsó tagozatos gyerekkórusával együtt. Meghívók a hátsó polcra vihetők. Ugye tavaly is volt már egy szép karácsonyi koncert, idén is nagyon készülünk, úgyhogy mindenkit várunk rá szeretettel jövő vasárnap az esti mise után. December 23-án hétfőn 9 órától kerül sor a templom karácsonyi nagytakarítására, a karácsonyfa és a Betlehem felállítására. Aki tud jönni segíteni, kérem, hogy Szilvinél jelentkezzék, hogy tudjuk, hány emberre számíthatunk. E napon nem lesz szentségimádás. Kérem, hogy akik fenyőfákat ajánlottak fel templomunk javára, a szentmise után keressenek meg, hogy megveszik a részleteket, hogyan is jut el ide a fenyő, előre is köszönöm. December 24-én templomunk egész nap zárva lesz, az éjféli mise előtt 1 órával 11-kor nyitjuk ki. 24-én, 25-én és 26-án nem lesz szentségimádás, ezt a szolgálatot 27-én reggel 7 órától folytatjuk. Idén szilveszterkor is hívok mindenkit, hogy töltsük Jézussal az év utolsó óráját, 23 és 24 óra között a templomunkban csendes szentségimádással. Jónási lehetőség a héten, kedden a reggeli mise után, szerdán, csütörtökön és pénteken este 17:30 és 18 között, és a vasárnapi miség előtt 00:30 lesz. December 10 és 21-e között Betlehem kiállítást látható a Ripőrónai Múzeumban és a Szent Margit templomban. Egy örömhír, hogy újra hallható a katolikus rádió itt Kaposváron, a 102,6-os FM csatornán. Nagyon köszönöm mindazok munkáját, akik a peták vására készítettek ajándéktárgyakat, és ezt a főutcán árulták. Ennek a bevételéből készítünk élelmiszer csomagokat karácsonyra a rászoruló családok számára. A megmaradt ajándéktárgyakat most a szentmise után hátul megtekintetitek és meg lehet vásárolni. Aki ezeket megveszi, annak az adományából szintén karácsonyra készítünk élelmiszer csomagot. Tényleg ezúttal is köszönöm mindazoknak a munkáját, akik ebben segítettek. Az Úr legyen veletek! Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Amen. Szent mise véget ért, menjetek békével.
Jézus felteszi a kérdést a tömegnek, hogy miért is mentek ki keresztelő Jánoshoz. Széltől lengetett nádat látni, vagy szép ruhába öltözött embert látni? Ez alapján feltehetjük a kérdést magunknak, hogy mi miért járunk el a templomba? Mit akarunk ott látni? Szép a zene, szép a templom, vagy a lényegre figyelünk és Jézussal akarunk találkozni? Vagy miért nem járunk el a templomba? Jézus mindannyiunkat hív, az ő születésnapjára készülünk, legyen ez a hátralevő egy hét igazi lelki készülés arra, hogy Isten emberré lett azért, hogy nekünk örök életet adjon. Dicséretessék a Jézus Krisztus!